kívánok, engem papágotának hívnak. Így kezdődött egy olyan telefonhívás, amelyben illegálisan akarták megszerezni egy ügyfél banki adatait csalók. Ezt a videót 8 hónap alatt több mint 210 ezeren látták. Ez a felvétel is segíthet abban, hogy felhívják a figyelmet a kiberbűnözés veszélyeire. Szerdán témanapot tartottak a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon, ahol elhangzott, a koronavírus járvány megjelenése óta jelentősen megnőtt az online csalások száma. Azt figyelhetjük meg, hogy kifejezetten a post-covid, tehát a covid utáni időszakban jelentősen megemelkedett. Mind ebben az időszakban nagyon sokan használtak internetet, számítógépet, és az online világba áttevődött a kereskedelem, a kapcsolattartás, az oktatás. Sajnos áttevődött az elkövetési magatartások is. Az elmúlt 2 évben csak az online térben elkövetett cselekmények majdnem meg 3-szorozódtak. Ezek az egyszerű csalásoktól kezdve a komolyabb gazdasági visszaéléseken át, és erre fel kell készülni. Ez nagyon fontos az, hogy a kollégáink is, akik ezen a területen dolgoznak, a legjobb tudással felvértezve álljanak szembe ezekkel a bűncselekményekkel. Itt tényleg a legegyszerűbb adatlopásoktól kezdve a gazdasági visszaélésekig találkozhatunk, és bárki lehet sértetje ezeknek a bűncselekményeknek. Ugyanilyen arányt regisztráltak Vármegyénkben is. A tettesek felkutatása azért nehezebb az átlagosnál, mert az elkövetők a világ bármelyik pontján lehetnek. Az elkövetők egy jelentős része akár külföldi is lehet, hiszen a betörőink azok általában magyar állampolgárok voltak, vagy legalábbis Magyarországon élő személyek. Az itteni elkövetők, akik ilyen típusú bűncselekményt követnek el, ezek lehetnek egy másik földrészről is valósíthatják meg a cselekményüket, tehát sokkal nehezebb felderíteni, felkutatni. Nyilván a rendőrség erre próbál reagálni a maga eszközeivel, különböző átalakításokkal, szervezésekkel, olyan csoportokat hoz létre, olyan munkatársakat képeznek ki, akiknek az a dolga, hogy ezekben az ügyekben eljárnak, és nyilván megfelelő tudás rendelkezzenek, de ez egy hosszú és hát egy sziszifuszi munka, de nincs mit tenni, haladni kell a korról, és ennek megpróbálunk megfelelni. A hatékony felderítés érdekében külön speciális csoport alakult a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon is. A rendőrségi beszámoló adatai szerint 2022-ben az online térben elkövetett bűncselekmények száma 303-ról 411-re 35,6%-kal emelkedett.